Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könnyékig. Így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. És még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak. Így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték, miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait? Miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ezt a választ adta nekik. Képmutatók. Találóan jövendőlt rólatok Izajás, amint írva van. Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek. Olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok. Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné, hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat. Erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, elmélkedjünk egy picit együtt a képmutatás bűnéről. Amikor elmélkedünk bármilyen témáról, akkor mindig a legfontosabb az, hogy Jézus Krisztus jelenlétében, az ő igazságainak a fényében elmélkedjünk. Mert ha nem így teszünk, akkor lehet, hogy tévútra jutunk. Jézus Krisztus jelenlétében elmélkedni picit hasonló, mint házat építeni. Először ki kell mérni a teleknek a körvonalait a terv alapján. Nem fogok most belemenni hosszabban egy házépítés rejtelmeibe. Az elmélkedésben kihúzni a vonalakat valami olyasmit jelent, hogy fölidézzük azokat az igazságokat, amiket Isten kinyilatkoztatott. Ebben segítségünkre van a Szentírás, az egyház hagyománya, segítségünkre van a saját lelkiismeretünk is, ami belül szól és figyelmeztet, bátorít, magerősít. De szükségünk van az emberek visszajelzéseire is, szükségünk van arra is,
hogy figyeljünk az egyház pásztoraira. A saját tapasztalataink is tanítanak bennünket. Most ez az 5-6 dolog, amit így felsoroltam, ez így egyben fölrajzolja nekünk a kereteket. Na tehát, ha a képmutatásról elmélkedünk, akkor először is induljunk ki a Bibliából, a Teremtés könyvéből. Kezdetben az ember, Ádám és Éva teljes szabadságban, örömben együtt sétálgatott az Úrral, egy gyönyörű világban, amit Éden kertnek neveznek. Mindenféle földi jóval ellátta az Úr az ő gyermekeit, a legnagyobb jó pedig az volt, hogy élő, közvetlen, személyes kapcsolatban lehettek magával, a Teremtő Istennel. Vele beszélgethettek. Hogyha elolvassuk az első két fejezetet, minden olyan szép és idillikus, Isten azt mondja, hogy az ember nagyon jó, ad egy gyönyörű kertet az ember köré, amiben élhet. Bár az is igaz, hogy már itt az elején kérdőjelként ott szerepel a jó és a rossz tudásának a fája, amiről nem szabad az embernek saját magától szakítania, valamilyen tiltás ott van. A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert azon a napon, amelyen eszel róla, meg kell halnod. Tehát ez egy kérdőjel, hogy ez vajon miért került ide. Most egy picit ezt a kérdőjelet kihagyjuk, maghagyom egy kicsit bizonytalanságban még. Tehát ott van az ember az édenkertben, nincs is még ruhája, mesztelen. Olyan, mint egy kisbaba az anyja kezében, nem fogja azt mondani a kisbaba az anyukájának, vagy az apukájának, hogy apu, én mesztelen vagyok, szégyellem magam, ne nézz rám. Megvan az ideje annak, amikor a kisgyermekkor vége felé kialakul a szégyenérzet, és hát nyilván a szülők helyes, egészséges nevelése elősegíti, hogy ez gond nélkül megtörténjen. Amikor majd érezni fogja a saját nemi identitását egy kisgyermek, tudni fogja azt, hogy hol vannak a határok a másik nemmel való érintkezésben. A ruha kifejezi ezt a távolságtartást, ezt a határt. De ott az édenkertben még a bűnbeesés előtt Ádám és Éva nem hordtak ruhát. Ez kifejezte azt, hogy Istennel egy teljesen szabad, őszinte kapcsolatban voltak. Nem csak Istennel, Ádám és Éva, egymással is. Nem szégyenkeztek egymás előtt, amikor egymást látták. Nem is volt a tudatukban szégyenérzet. Azt halljuk, a második fejezet, 25. vers. Az ember és a felesége mezítelenek voltak mindketten, de nem szégyelték magukat. Nem kellett szégyelni magukat. A szégyen az már a bűnnek a következménye. A bűn pedig, most kanyarodok vissza egy kicsit oda, ahhoz a kérdőjelhez, hogy mit jelent a jó és a rossz tudásának a fája, amiről nem volt szabad Ádámnak és Évának magától szakítania. Ez a fa azt jelképezte, hogy az embernek nincs korlátlan hatalma. Nem vagyok maga az Isten. Isten azért rakta oda azt a fát, hogy ezzel jelezze azt, hogy te nem vagy mindenható. Te nem vagy mindennek az ura, ennek a fának én vagyok az ura. Ez az enyém. Persze itt ebben a kérdőjelben egy kicsit ott van az, hogy vajon Isten mire várt?
hiszen az embert fejlődésre teremtette, növekedésre teremtette. Tehát ebben a kérdőjelben kicsit ott van az, hogy Isten várta azt, hogy az ő gyermekei kérni fognak erről a fáról. Nem lopni, hanem kérni. Ez nagyon nagy különbség. Mindkét esetben enyém lesz az, amit látok és amire vágyakozok, csak az egyik esetben az, akitől kérök, vele megmarad a kapcsolatom. A másik esetben, amikor lopok, és elszaladok vele, és elbújok vele, abban az esetben megszakad, megtörik a kapcsolatom azzal a személlyel, akitől loptam. Tehát a képmutatás gyökere itt van. A sátán, ez is egy külön téma lenne, hogy hogy kerül ide az édenkertbe a gonosz lélek, most ebben már nem vagyok bele, mert ennyi idő nincsen most, de a sátán fölkeltette az ember szívében azt a gyanút, hogy Isten valamit nem akar neked megadni. Isten nem szeret téged teljes szívből. Hát most is ezt suttogja a fülünkbe a sátán. Isten valamit megtagadott tőled. A sátánnal szemben nekünk az a legjobb hozzáállásunk, hogyha megtagadjuk a sátánt. És a sátán hazugságaira nemet mondunk. Nagyon emlékszek arra a pillanatra, amikor még kispap voltam, és sétáltam a papnevelő intézetből, valahova a belvárosba, Pécson. Annyira előttem van még az a pillanat is, ahol álltam, meg tudnám mutatni, a Papneverde utcában, a börtönnel szemben. Ott álltam, és egyszer csak hallottam egy hangot a szívemben, Isten soha semmit se tagadott meg tőlem. Ez egy kinyilatkoztatás volt. Isten soha semmit se tagadott meg tőlem. Ez egy nagyon erős igazság. Az egyik legerősebb, az egyik legfontosabb. Isten soha semmit se tagadott meg tőlem. Az, hogy Isten azt mondta, hogy ne ögyetek arról a fáról, az nem azt jelentette, hogy nem is akart volna abból adni, hiszen ez jelképezte azt, hogy az ember kérhet. Magalázhatja magát. Ha ez a te fád, amin a te gyümölcseid vannak, Istenem, akkor erre én kétféleképpen reagálhatok, vagy lopok belőle, mert a tied és nem az enyém, ezt tette az ember a sátán hatására, vagy pedig azt mondom, hogy Uram, én eddig úgy ismertelek téged, körbenézve itt az édenkertben, hogy te szeretsz engem. Akkor kérlek, adj nekem ebből a fából is. És azt hiszem, Isten akkor elkezdett volna újongani, és azt mondta volna, hogy ez az! Most lettél igazán ember. Félkészre teremtettelek, és ezzel, hogy kértél, túlléptél a határaidon, és magaláztad magad, most váltál igazán velem kapcsolatban társá. Hiszen Isten az embert úgy teremtette meg, hogy föl tudjon nőni az isteni méltóságra. De az ember nem kért, nem alázta maga önmagát, hanem a gőgös sátánnak a gyanúját elfogadta. Isten valamit megtagadott tőled. Ha szakítanál arról a fáról, olyan lennél, mint Isten, csak el kell lopnod. Micsoda ostobaság. Isten, aki maga a szeretet, soha semmit se tagadott meg tőlünk. De meghívott minket arra, hogy megismerjük őt. Hiszen ez a fa nem szimbolizál semmit pluszt, csak azt, hogy az Isten mélyebb megismerése. Isten föl akarja nekünk tárni a szívét. Ha akar, ha kérjük. Ha vágyakozunk rá, nem erőszakolja ránk, de kérhetjük.
Most kanyarodjunk vissza az ige hirdetés legelejére. Azt ígértem, hogy a két mutatáson fogunk elmélködni, ami a mai evangéliumnak a témája. Jézus megfeddi a farizeusokat, azt mondja, képmutatók, találóan jövendőlt rólatok Izajása, mint írva van. Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem, hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítanak, amik csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok. Jézus Krisztus nagyon zavarta a képmutatás. A képmutatás talán mondhatjuk úgy, hogy a gőggel együtt a legsúlyosabb bűn. A többi bűnre van orvosság. Kicsit olyasmi, mint hogyha valaki beteg, bemegy betegen a munkahelyére, lázas, baja van, de fél is, de mutatni akarja, hogy ő erősebb, nem ismeri be ezt a betegséget, és egyre jobban szenved, egyre jobban kínlódik. Próbálja mutatni, hogy minden rendben van, gondoljatok csak a házasságokra, vagy egy egyházközség életére, vagy egy papnak az életére, minden rendben van, de a képmutatás páncélja alatt belül forr az üst. A félelem, a szenvedés, a fájdalom forr, és egyszer csak szétrobbantja a képmutatás páncélját, és elüvölti magát. És mond valami ilyesmit, hogy miért mindig nekem kell ezt elcipelni? Na, amikor Jézus Krisztus le akarta szedni a képmutatás páncélját, akkor rámutatott arra, hogy a képmutatás páncélja alatt ott van az erkölcstelenség, a gyilkosság, a házasságtörés, a kapzsiság, mindenféle bűn. Amikre van orvosság, hogyha egy betegséget nézünk az előbbi példára, ha azt mondta volna ez az ember, hogy lázas vagyok, így ébredtem, gyerünk az orvoshoz. De valami miatt felvette a képmutatás páncélját. Lehet, hogy félt attól, hogyha nem megy be dolgozni, kirúgják. Ugye az ördög beültette az ember szívébe a félelmet, a gyanút. Ha nem szakítasz arról a fáról, kevesebb leszel. Ha egy pap cölibátusban él, kevesebb lesz. Nem kap annyi élvezetet, mint amivel tele van ez a világ. Ha te hűségesen kitartasz a házastársad mellett, akkor súgja az ördög, hogy te kevesebb leszel. Ha becsületesen betartod az adózáskora, a törvényeket, és adózol, akkor súgja az ördög, hogy inkább csalj. Politikusok is csalnak. Ha betartod a törvényeket, és igazságosan élsz, akkor kevesebb leszel. Beülteti a félelmet, és a félelemre rárakja a képmutatás páncélját. Ezt csinálta az ember. Bebújt a bokorba. Félt, elrejtőzött az Isten színe elől. És a bokor jelképezi a képmutatást. Jön az Isten. Hol vagy? Az így válaszolt. Hallottam szabadat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért elrejtőztem. Képmutatás szétrobbant. Isten azt mondja, ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Halljuk magának a kérdésnek a fájdalmát, ami valahogy így hangzik, drága gyermekem, én szeretlek. Eddig semminek baj nem volt. Én szerettelek téged. Most is szeretlek. Te is szerettél engem. Miért bújtál el előlem? Isten szívében ott volt a fájdalom, hogy mi történt veled, drága gyermekem? Akik közületek átéltek válást,
Gondolj meg csak arra a pillanatra, amikor először megérezték azt, hogy a házastársuk szívében kihűlt a szeretet. Ez lehet, hogy csak annyi volt, hogy egy vacsoránál csak úgy odarakta az önnivalót, vagy egyszer a munka után úgy jött haza, hogy kedvetlenül, és nem akart ágyba bújni veled. És a szívedben pedig megtört valami. Jött a gyanú, a bizalmatlanság, és aztán a lavina elsodorta a házasságot. A képmutatás megakadályozza a gyógyulást, mert nem azzal van a legnagyobb baj, hogyha valami fáj, hanem azzal, hogyha eltakarjuk. Nem azzal van a baj, hogyha valamitől félünk, hanem azzal, hogyha letakarjuk. Ne félj félni. Félhetsz, de ne félj félni. Hanem ha félsz, akkor menj oda a te atyádhoz, a rejtetben, és imádkozz. És mondd el azt a te atyádnak, hogy apu, Jézus Krisztus atya, beismerem, hogy félök. Nem akarok félni, de most valami miatt félök. Félek attól, hogy beteg leszek. Félek attól, hogy ma, ha betegem, bemegyek a munkahelyre, ki fognak rúgni. De ha nem vagyok be betegem, akkor is kirúgnak. Ilyen a félelem. Körbe vesz mindkét oldalról. De bármilyen baja van a lelkednek, bármilyen. Ha odarakod Isten világosságába, Isten szeretetébe, bizalommal odarakod, akkor Isten szét fogja robbantani, meg fogja gyógyítani a szívedet, és hívni fog egy egyre mélyebb, egyre erősödő, élő kapcsolatra. Jézus nem azért fette meg ezeket a farizeusokat, mert pokolba akarta volna őket küldeni, őket is meg akarta gyógyítani. Csak a képmutatásra ennyire keményen kellett beszélnie Jézusnak. Hamisan tisztelnek. Most egy pici csandán ismerjük be mindannyian, hogy van bennünk képmutatás. De ugyanakkor ebben a pici csandán most bízzuk rá az életünket, a napi kisebb-nagyobb gondjainkat az Úrra. És dicsérjük őt. Ámen. Valljuk a kitünket. Hiszek egy Istenben.